Ezen a helyen épül majd fel az a gyógy- és élményfürdő, amely szolgáltatásait tekintve egyedülálló lesz Vajdaságban. A területen eddig próbafúrásokat végeztek. A létesítmény várhatóan 2013-ra készül el. A gyógy- és élményfürdő kiépítése turisztikai szempontból is segíteni a város fejlődését, valamint hozzájárulna a munkanélküliség csökkentéséhez. Magától a fürdő megnyitásától számítom az új időszámítástól becsin, mert úgy gondolom, hogy az összes szolgáltatóipar fellendül, akár az élelmiszeripar, akár a vendéglátóipar területén, és Óbecsén gyakorlatilag mindent megtermelnek, aminek egy ilyen földre szüksége van. Ez Becsét azt gondolom, hogy nem csak földrajzi értelemben, hanem más értelemben is a központba fogja tolni. Ez mintegy 150 új munkahely létrehozását fogja jelenteni, és a becseiek számára sok kis vállalkozásnak az elindítását, és azon belül sok munkahelynek a létrejöttét. A medence komplexumnak több egysége lesz, így a gyógy- és élményfürdők mellett szálláshelyet is biztosít majd az ideérkezőknek. Lesznek benne gyógyászati egységek, és lesznek a wellness, inkább az élményt nyújtó akvapark hívő elemek csúszdával együtt, és lesz egy másik nagy tömb, az pedig a szállodatömb. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy piacon jól értékesíthető az egészségturisztikai komplexum, ahol a szálláshely és a gyógyászat és az élmény együtt jelenik meg. A létesítmény területe a tervek szerint 11 000 négyzetméter, és a Tisza mellett az egykori lóversenypálya területén kap majd helyet.